A Felsővárosi Ökörívó Klub tagjai az utóbbi heteket a Balaton partján töltötték. A gyerekek Balatonberényben jártak az Erdei Zsolt és Kovács Kokó István nevével fémjelzett Erzsébet táborban, míg Keszthelyen az Uniós Európa Bajnokság kiegészítő programjaként egy illegális hattyúetetésen vehettek részt a klub versenyzői, ahol egy járókelővel nem mellékesen egy remek riportot is készítettek. Minden nő jó, amelyik jó. Amelyik meg pupos, az meg menjen tevének. Rátérve a boxra, az Uniós Európa Bajnokság 81 kilós súlycsoportját a junior korcsoportban mindkét ellenfelét legyőzve a bajai Szatmári Petra nyerte. Szerdán mérkőztem a lengyel lánnyal, erős volt, kemény ellenfél volt, de egyhangú pontozással megvertem. A döntőben német lánnyal döntőztem, és hát őt is egyhangú pontozással megvertem. És hát nagyon jó csapat volt, nagy szurkolótábor. Én nagyon jól éreztem magam. Számítottál erre az eredményre, hogy ez összejöhet? Egyáltalán mennyire ismerted a mezőnyt? Hát nem ismertem a mezőnyt. Tudtam, hogy a lengyel lesz az ellenfelem, de hát reménykedtem, hogy sikerül megnyerni, és a felkészülésem alapján sikerülni fog. A Petra Bács-Kiskun megyébe, ő volt az egyetlen egy hölgy, aki Európa-bajnok lett, uniós Európa-bajnok 81 kilóba. Martina Hill-el boxolta az elődöntőbe, azt megverte egyhangú pontozása. Annyit kell tudni a kislányról, hogy 11-ben junior Európa-bajnok volt, 2012-ben pedig Lengyelországban rendezték, ahol a Petra is Európa bajnoki bronzérmes volt. A kislány 75 kislány, hát jó erős lány, 75 kilóba volt akkor Európa bajnok, most fölment 81 kilóba a Petra súlyába, a vesztére, mert jó nagy verés kapott. És hát szombaton pedig a Petra döntőzött egy indiai származású Sarah, valamilyen Alia Vega neve, most épp nem jegyeztem meg, mert készültem rá, de elfelejtettem. És azt meg egyhangú pontozással megverte. Tamás, más sportágban mi nem hallottunk erről. Miért szükséges egyáltalán külön uniós Európa bajnokságot rendezni? Ezt nem tudom. Ezt több sportágban is van uniós EB-k, tehát küzdő sportágokban is. Azért van szerintem, hogy a lányoknak elmaradt az EB, és most ugye Magyarország rendezte meg. Ugye nagyon szép helyen voltak, a Helikon Hotelben kaptak szállást a lányok, külföldiekkel is. És hát nagyon sok nemzet képviseltette magát. Soknak nem mond ez a név, hogy 60 kilóba ott volt az ír. Hogy hívták azt a 60 kilós hölgyet? Katie Taylor, aki a londoni olimpián első helyezett, hát valami brutális volt. Tehát kirázott a hideg, amikor megláttam boxolni azt a lányt. A fiúknak is feladja a leckét 60 kilóba, válogatottaknak. Nagyon szépen boxolt, és egy nagyon csinos lány. Ez a Katie Taylor, utána lehet nézni az interneten rengeteg fénykép arról, és egy nagyon csinos hölgy. Mivel az olaszországi Európa-bajnokság elmarad, Petra következő nagyvilágversenye a bulgáriai világbajnokság lehet, míg Gálos Roland jelenleg Tatán edzőtáborozik az ifjúsági válogatottal, ahonnan csütörtökön indul Szerbiába a Golden Cup kupára, majd a főversenye a rotterdami ifjúsági Európa-bajnokság következik.